Csisztó Sportcast. Egy elgondolkodtató beszélgetés, ahol a sportélet nagyjait dr. Csisztó Zsuzsa kérdezi. a három nap alatt elfelejt és nem ír újra, akkor nem kell komolyan venni. És számoltad a perceket, hogy nézted? Ura volt, mert ilyen még nem történt velem. <laughs> az első randin sikerült is egy kicsit beparáztatnom, mert hogy egy erdőbe vittem. <laughs> Ahogy ezt mondod, szokás bevitt az erdőbe. <laughs> Szeretettel köszöntöm a Csisztus Podcast nézőit. Nagyon remélem, hogy már nagyon sokan feliratkoztak a Csisztus Channel csatornámra. Érdemes ebben a szezonban, meg különösen azt hiszem, mert hogy olyan nagyszerű párokkal találkozhatnak itt nálam, akiknek az életében nagyon fontos szerepet játszik a sport, a hivatás és a család. Ez egy nagyon szép kombináció. Ma görögzita modell, színésznő, anyuka és nagy aktivista és még oly sok minden más jött el hozzám, és az ő párja Lackó Zsolt, aki 22-szeres válogatott, magyar bajnok, magyar kupa volt, liga kupa győztes, megért sokféle, különféle európai bajnokságot, és most a magyar labdarúgó válogatott másodedzője, talán pályaedzője, ez a pontos megfogalmazás, már Rossi mellett dolgozik, és, és amúgy egyébként pedig gyönyörű pici babájuk pukája is. Ugye itt három gyerek összesen, ugye? Mm -hmm. és, és van nektek most már egy közös babátok is. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, mert azért ez egy igen nehéz dolog megszervezni egy ilyen forgatást, és az az érdekes, hogy pont azt néztem, hogy talán inkább a te életed most, ami egy kicsit katonásabb, úgyhogy hozzá kellett igazolnunk Zsolt. Hát mihez képest katonás? Én már azért ebbe beleszoktam, de nyilván két fronton is dolgozok, ugye a, említett, hogy hát a válogatottnál és a Puskás Akadémiánál is ott egy utánpótláscsapatot viszek. Igen, hát meg van tervezve a napok, meg van, mint egy, mint egy edzőnek, hogy mi a feladata, mi nem hozzáedződtünk is. ehhez a történethez. Nekem is kellett hozzáedződnöm, ez, ez, nem titok, mert más a játékos és más az edzői munka teljesen, és ezt nekem is meg kellett szokni a dinamikáját az egésznek, tehát azért fölkészülni edzésre, megtervezni, megszervezni, hogy mit fogunk csinálni a játékosokat, főleg utánpótlásban, ez sokkal nehezebb, hiszen bármikor történhet három-négy játékosak kevesebb érkezik ki a pályára, vagy bármi. Hát fiatalok, tehát 13-14-15 éves játékosokról van szó, tehát bármi történhet. De igen, megvan van szervezve, a nap, és valamikor reggel megyek, este jövök, igen. Hozzáteszem, hogy a Zsolti egyébként már akkor készült az edzői pályafutására, amikor még játékos volt. Amikor összeköltöztünk, akkor hozott egy csomó kockás füzetet és nem értettem, hogy ezek még és tele voltak ilyen különböző kis rajzokkal, tehát a pálya, és kis figurák, és nem értettem, hogy úristen, ez, 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 mi? És akkor elmagyarázt, hogy a taktikai játékok, lépések, felállások, a felállítások a pályára. És, és így kinevettem, hogy milyen kis cuki. Aztán rájöttem, hogy végül is nem. Ő ezt teljesen Ez komolyan a... gondolja, és, és ő erre készült tudatosan. Zag, hogy a pálcika embereknek igen, komoly jelentősége van. Jelentősége a pálcika embereknek, igen. Azt nagyon ha. jól tudok én is rajzolni. Azt hittem, arra gondolsz, amikor az edzőkről véleményt formáltam, hogy úgy készültem az edzők pályának. Az az is egy nyom, nyomdafesték egy tű, tűrő módon, tehát lehet, lehet visszaidézni ezeket? <laughs> hát akkor még nem, játékosként még nem olyan tudatosan. Aha, aha, szóval ez szóval egy nagyon érdekes dolog egyébként, és sokszor beszélünk arról eh, itt ülő sporthoz közel álló emberekkel, hogy vajon, vajon hogy megy át egy pályafutás adott esetben egy aktívból az edző irányba, és nagyon sok esetben abszolút nem. Van, aki próbálkozik vele, de nem sikerül. Van, aki újra gondolja ezt. Egyébként pont Juhász Roland mondta azt, ugye, aki viszonylag magasan kezdte ugye, egy első osztályú csapatnál az ember ben hogy ezt újra kell gondolni, és lehet, hogy inkább, inkább a fiatalokkal kell elkezdeni. De ez neked ennyire határozott célod volt, Zsolt, hogy neked ott a helyed a pálya mellett, és gyerekekkel akarsz foglalkozni? Ö Gyorsan történtek a, a lehetőségek, és belevágtam, tehát nem gondolkoztam sokat. A kiinduló pont nem az volt, hanem hogy megtanuljam, mi a futball. Tehát, Végre? Euh, a pályafutásod <gül> után? <gül> hát játékosként más a futball, és edzőként más, tehát engem az jobban motivált megtanulni uh -huh. edzőként, és átadni azt a tapasztalatot, mivel előnnyel indulok az edzői pályán, a játékos múltam indulva. De ez annyira más szemszög egyébként? Teljesen más. Teljesen Egy más. Tehát nem szabad ebből kiindulni. A legnagyobb probléma ugye az, hogy volt futbolisták a szubjektív véleményeikkel és a, a Benyomtad a gombot, úgyhogy van 40 perc. <laughs> 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 <mondják>. Sziasztok! Tehát, ugye <laughs> te, ez ez, a, ez, az a legne, ez a legnehezebb, és nálam az volt a fontos, hogy tanuljak, és az, hogy mi a futball, ugye, edzőként, és ezt a kommunikációs csatornát megtalálni, hogy hogy adom át különböző korosztályoknak, mert ugye ez nagyon-nagyon ne. nehéz, ne. és ez motivált, de a fiatalokkal akartam kezdeni, hiszen ott talán kevesebb a nyomás, mondhatjuk ezt, és... Innen pedig a mai nap szerencsém van, hiszen két oldalról, a felnőtt oldalról és az utánpótlás oldalról is látom. Ehhez képest már, koroszi mellett dolgozott, azért nem olyan kicsi a nyomás. Tehát ott, ha válogatott van, azt hiszem, hogy épp ellenkezőleg elég nagy a nyomás. Egyébként Rossi már akkor mondta neki, hogy nagyon jó edző lesz belőle, amikor még a Rosszi a zsolti edzője volt a Honvédban. Igen, uh -huh. igen. Igen, beszélgettünk erről. Én egészen biztos vagyok abban egyébként, hogy erre a feladatkörre születni kell. Tehát nyilván nagy előnye az embernek van egy játékos múltja, az is egy szemszög, ahogy mondtad, de én azt gondolom, hogy az edzői filozófia, mentalitás, az a csatorna, amivel képes az ember kommunikálni a játékosaival, ez, ez bizonyos szempontból vagy van, vagy nincs, amihez persze nagyon sok mindent hozzá kell, meg lehet tanulni, de... Ezek szerint ez sütött róla akkor már, hogy ez... ez van. neki van edzői filozófiája. és, és én azt tapasztalom egyébként, hogy, hogy nem, sok, nem, csak hogy nagyon sok edzőnek nincs, de nagyon sok klubnál sincs egy olyan kialakult filozófia, amit tényleg betartanának, és ami mentén uh, tudnák nevelni az utánpótlást. Igazi expert lettél? Nem, nem egyá egyáltalán nem vagyok az, és hozzáteszem, hogy a Zsolti nagyon sokat tanult, tehát uh, én nem láttam még embert ennyi energiát beletenni valamibe. Tényleg, tehát döbb. Ez imponáló, nem? Ez tetszik, igen, főleg az, hogy nem értek hozzá. és ugye <síns> ezen nem tudunk otthon összevezni, tudod, mert hogy ő is végighallgatja az én kis teendőimről a dolgot, ő ahhoz nem konyít, én meg az övéhez, és én tök jól meg egymás mellett, de megmarad az a pont, hogy fel tudunk egymásra nézni. Azt szokott vicces lenni, amikor felhozok egy ilyen futball témát. És akkor uh, várom, hogy mondjon valamit. Ülünk egy aha, este és, a vacsoránál, és, utána, a és várom. El, hogy fennmarad, ugye? Igen, és, mondanom valamit, kérdezik, hogy belekérdezne, hogy... de aha. És drágám, ízlik a pesto. Nem tudok hozzászólni úgy a témához. A sportpszichológia része érdekel. Tehát azokban a könyvekben szoktam beleolvasni, amik ebben a témában ö, vannak ö, jelen a a konyhaasztaltól elkezdve az irodaasztalon keresztül az egész lakás uh -huh. különböző pontjain. Uh -huh. És ott nagyon érdekes dolgokat tanulok, amiket tudok alkalmazni egyébként a kamaszoknál otthon. Na már hát azért nyilván a, a pszichológia, meg a gyerekekkel való foglalkozás, meg a pedagógia, meg azért ezek között azt gondolom, hogy most ugye hogy pályán történik, vagy éppen otthon az asztal mellett, azért sok a hasonlóság. Konkrétan egy kicsit ez kicsit, azt jelenti, Kicsit a fagyi visszanyer, mert hogy ott is van egy 15 éves Konkrétan ez azt jelenti, hogy engem érdekelnek a módszertanok, tehát engem érdekel, hogy különböző kultúrák hogy építik föl, mibe hisznek, mi a kinduló pontjuk, tehát mm -hmm. többfajta módszertan De létezik. Igen, balvallis. és ez ma talán aktuálisabb, mint valaha, hiszen annyi, mint megkérdőjeleződik meg a sportban, most el is vonatkozhatnánk a labdarúgástól, rengeteg az ezzel kapcsolatos probléma az edzői módszerek, hogy hogyan, hogy hogyan csinálunk bajnokot, hogy -e, mi az a határ, amelyik el lehet menni, nem, tehát gondolom azért ezzel foglalkozni kell. Viszont meglepett a fülemet, amikor azt mondtad, hogy hoztak is kockás fizeteit, amit ho hozzám költözött. Na de, na de az a pillanat, tehát hogy te voltál valami ilyen divat bemutatom, hogy te voltál foci meccs, erre nincs adat az, az interneten, hogy ez a találkozás hol történt. Mi egy hát én csináltam van. valamit. <laughs> én, de Egyébként egy kávézóban ismerkedtünk meg a római parton. Igen. A zsolti akkor éppen sérült volt, és én meg oda jártam le dolgozni, mert hogyha otthon kezdek el e-mailekre válaszolni, akkor közben berakod a mosást a mosogatógépet, és soha többet nem kezdesz el dolgozni. Úgyhogy lejártam oda a zsolti is. És, és ott a tulajdonos csaj egyébként mondta, hogy figyelj, egyre, egyre többet jön ez a srác szerintem miattad. És akkor ő, ő nézte. Így volt? Így volt? Így volt? Így volt? Persze. Hát, hát természetesen. Természet. És, és, a tulajdonos csaj nézte a kamerát, hogy mikor van ott a Zsolt, és szólt, hogy most itt van, Jó <laughs> és akkor én szépen belibbentem, leültem, és a nem tudom, ötödik, hatodik alkalomnál a Zsolti meghívott egy kávéra. A vicces volt, mert mások nem voltak a kávézóban. Tehát, hogy uh, vicces volt, hogy Csak ti. az első Mi alkalom, katolok. oké, második, jó, de a harmadik, ez már nem véletlen. <laughs> Szóval Igen. akkor volt kezdeti szimpátia, nem volt olyan nagy feladat úgy szervezni a napodat, hogy akkor menj le, amikor ő is ott van. Nem, nem volt. Neki Valójában neki. rád várt. Igen, és a, a kávézás után nem cseréltünk telefonszámot, úgyhogy rám írt Instagramon, és három napig nem válaszoltam. Ó, oh, Én... de taktikus! Jó! Na, na persze, hogy hát, hogyha három nap alatt elfelejt, és nem ír újra, akkor nem kell komolyan venni. És számoltad a perceket, hogy nézted? Ura volt, mert ilyen még nem történt velem, és a... Kura volt, ilyen még nem történt, velem. Tudod, erre mentek a bikini fotók mindig válaszként. <laughs> és a, és a, hát ez egyből. Ezt tetszett, egy, ugye? Nagyon. Na, Azt ezt el is hiszem, ezt el is hiszem. Nem okay. tetszett ez a. De az első randin sikerült is egy kicsit beparáztatnom, mert hogy egy erdőbe vittem. <laughs> Ahogy ezt mondod, szokás, bevitt az erdőbe. <laughs> Jól bevitt az erdőbe. Igen, volt ott egy hajléktalan pár, akinek segítettem, és elvittem a zsoltit egy. Szuper. üzletbe, egy szupermarketbe, igen, és, és ott szépen bevásároltunk, és el nem tudtak képzelni, hogy most innen hova fogunk menni. De nekem fontos volt az, hogy ő mennyire veszi ezeket mm. jól, és hogy, hogy a szociális érzék. De, de rögtön nehe. egy teszt tesznek, vagy te talán ne harag, Nem, nekem dolgom szóval. volt. tehát egyébként is kellett vinnem a kis ellátmányomat, és mondtam, hogy ha gondolja, akkor tartson velem. nem csak az volt szokatlan, hogy három napig nem válaszoltak, de azt hiszem, ez az, az, az első élmény is. <laughs> Vele <laughs> akartam lenni, szóval nem, igazából nem. Mehetünk volna bárhova, szerintem. Tehát, Aha. hogy nem, nem, ez volt a, tehát nem a teszt volt a lényeg, hanem hogy ismerjük nem, hogy együtt legyünk. Jól vizsgázott? Persze, igen, cipelte ott a vizes balonokat. <laughs> hát azóta már ez megszokottá vált. Azóta a meg folyamatosan cipelte a vizes balonokat. Igen. Na jó, oké, okay. ez, 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 nyilván volt egy, egy, egy összhang el, legyen, valami, valami hullámhoz, de de én azt is olvastam, hogy azért itt, itt, itt volt félelem, és leginkább benned volt félelem. Persze, tehát, tehát tavasszal is ismerkedtünk ez. meg a Zsoltival, és. És én úgy voltam vele, hogy én most biztosan nem akarok pasit az életünkbe, egyáltalán nem. És úgy gondoltam, hogy mégis egy hét évvel fiatalabb, helyes, jóképű pasit, majd a nyáron itt elszórakozgatok. <laughs> <laughs> ez, ez, így indult. <laughs> és szemeserebben. <laughs> tehát figyelem, a szemeserebben, mert hogy ő, mondasz. <laughs> mert hogy ő nagyon komolyan vette első perctől kezdve, ezt ki is nyilatkoztatta. És, és meg nem. De komolyan vettem én is, csak, csak nagyon féltem közelengedni magamhoz a, a, Zsoltit. Egyrészt a korkülönbség miatt, másrészt az, hogy úristen, focista, tehát azért benne is megvoltak a <laughs> sztereotipiák. egy apró, apró kis sztereotípia. Jatalabb is, focista és is. jó kép. jó. Igen, és akkor tudod közben a modell és a focista, tehát ez a szuper sztereotípiák kitöltése. Már láttad az összes szörnyű bulvárcsillapot. Szalagcímet. <laughs> <laughs> Igen. <gül> Igen, de nagyon szerette volna viszonylag gyorsan megismerni a gyerekeket, tehát ő volt az, aki, aki, aki ezt a Olyan, részt. Mert egy hallott. szokás proaktív volt ebben a dologban. Utálom Igen. ezt a szót, de mégis igaz. Na de, na de, azt azért úgy vizionáltad magad előtt tényleg, hogy, 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 ez mivel járhat, tehát amiket most itt az itt a az összes sztereotípia tényleg, a gyönyörű modell, és a jóképű labdarúgó, jó képű, képű focista, szóval, hogy ebből, hmm. ebből mi lesz meg, hmm. hogy meg a fiat az, hogy ugye azért van közötted a korkülönbség, és nem a hagyományos módon, tehát millió olyan dolog, amiből tényleg szalagcímek születhetnek. Ezt, ezt úgy felmérted, hogy ez jöhet? Nem érdekelt ez annyira, tehát ö, nem tudom miért, tehát hogy ö, azért már ugye Benne voltam ebbe, tehát volt rólam már persze, hír előtte. Persze. Pozitív és nem negatív is. Sajtónak, tehát, hogy nem foglalkoztam, nem, ennyire nem agyaltam túl. Jól akartam magam érezni, megismertem az itát, és utána még jobban meg akartam. Attól, hogy ugye neki két gyerkőc volt, van, őket is meg akartam ismerni. Tehát kíváncsi voltam a családra, kíváncsi voltam rájuk ez volt, ami ami, ami az első pillanatok kezdve szimpatikus volt, szóval nem nem, nem gondoltam ezt túl, hogy um, korkülönbsége meg egy, sosem foglalkoztam. Tehát, De közben euh... kiderült egyébként, hogy az ő édesapja és édesanyja között is igen. volt korkülönbség az anyuka javára, igen. tehát, hogy mivel ő ebben szocializálódott, ez, ez neki tök természetes volt. Érdekes ez a modell, hogy ez igen. így megismétlődik. Igen. Igen, igen. igen. Nem foglalkoztam ezzel, tehát ö, sokszor kaptam tőle ezt a ö, kérdést, meg ö, hogy Cinklán, mi van. Cintelgetett ezzel, meg, igen. Nem szoktuk róla úgy beszélni. Rá, most már nem, de az elején azért mondom, úgyis meg fog szólni, hát ne hülyéskedj, majd jönnek itt a fiatal pipikék. Aha. És de, 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 de. de nem, tehát egy, mondtam neki, hogy ezt egy kicsit túl gondolja, És szerintem. akkor a fiatal pipikékre mi a válaszod? Mit, mit mondtál elsőre? Hogy ugyan már. Nem, nem, mindig mondom neki, hogy olyan tehát, tehát mélység van benne, hogy, hogy tehát engem ez érdekel. Tehát nem, nem tehát, most nem megbántva a mostani fiatalokat, tehát, hogy most... Érted, miről beszélsz. Igen, jó. Nekem. tehát, hogy engem maga az, hogy tényleg gyönyörű, és az, hogy nő, de azon belül az a mélység, ami benne van. Tehát, a, tehát az, az ember. ember. igen, hát nyilván, igen. Az ember, meg, meg maga ugye a családja is, és ez nem, nem, meg, tehát nem megijedtem az elején, vagy félelem volt bennem, hanem Nézzük meg, hogy, hogy működik. Voltak figyelmeztetések kívülről, hogy jaj, 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 két nagy gyerek, meg... Hát ezen tudnak befolyásolni így kívülről. Igen, ezt érzem rajta, de egy ilyen, ilyen, hogy te egy ilyen, hogy egy egészen, egészen határozott személyiség vagy, hogy úgy nem nagyon karcolnak meg ezek a külső dolgok, ha neked így valami így a fejedben van. Ez mm, ezt most igen. nagyon hamar lejött. Igen. <coughs> Szoktam mondani, hogy csak egy kis kanelnyit adjon abból a magabiztosságból, amivel ő rendelkezik, hogy mennyire ki tudja rekeszteni a külvilágnak a véleményét. Teljes Azzal szokta, mértékben. Azzal szoktak hibázni, hogy lehet, tehát elfogadom tényleg, tehát hogyha kívülről jön, csak ott, ott ja. meg kell de, de elfogadom, csak hogy, hogy kell egy kicsit hozzám is megtalálni azt, hogy hogyan. Tehát nyilván volt, aki próbált befolyásolni, próbál, csak az nem azon, nem azon a módon, akkor akkor nem tud. De egy Meg egy nem két, mindegy, hogy az az ember, így... aki megpróbál neki tanácsot adni. Tehát, hogy a Zsoltinál sok régen el tudta magát vágni egy, egy iszonyú aprósággal is. Uh -huh. De nyilván kaptam ilyen kérdést ismerőségtől, hogy akarod ezt, mert nyilván ez egy óriási felelősség. Két tehát akár, akár jó száz is lehetett a kérdés. Úgy kaptam, tehát, hogy biztos akarod ezt, átgondoltad, szeretnéd ezt, és nyilván ilyen volt, tehát azért azért, azért meg voltak. De ez, ez mind jó hangvételű beszélgetések voltak. Tehát. Na, de hát Titi már azt gondolom elég ékes bizonyíték arra, hogy ti ezt Igen. nagyon akarjátok, ugye? Igen, ott egy nagy kérdés volt bennem, ugye én már 37 voltam, és... és Elmondanám, mond... hogy ma hány anyuka szeretne első gyereket szülni 37 éves Persze. hogy... igen, igen, tudom, hogy ez is megváltozott, de nyilván az, hogy nekem már volt két nagy gyerek, úgy voltam vele, hogy, hogy 40 éves korig maximum bevállalok még egy harmadikat, azon felül nem szeretnék. És... Negyedik. Bocsánat. Negyedik. Tessék, trám. Negyedik. Negyedik. Kérdezd meg erről a titit. Negyedik gyerek, ha már itt nem, vagyunk. Nem, nem, én köszönöm, én nem. Köszönöm. Én benne vagyok. Nem. Azt látom. Egyébként a titi sem szeretem. Olyan a fiatalok vagytok, olyan frissek, tényleg. Dehogy. Dehogy, Dehogy nem. én nem tudnám még egyszer, a negyedszerre ezeket az éjszakázásokat végigcsinálni. Nem, nem, hmm. meg így azt érzem egy csomó, hogy a saját életemnek nem vagyok a résztvevője. <coughs> Tehát amikor mindig utolsónak kell sorolni magad, mert annyi minden van előtte, és, és annyi, annyi érzelmet kell beletenni mindenbe. Is Jó, de te ilyen alkat is vagy, hogy te tényleg utoljára sorolod magad. Igen, tehát, igen tehát, ez az én hibám, igen, igen, azért ezt gondolom, ebben nyakig menne, vagyis valószínűleg ez az egyik érték, amit imádsz benne, ebben biztos vagyok. Abszolút, igen, tehát megvan ennek a jó oldala, megvan a negatív is, mert tényleg... Tehát, jó lenne néha találkozni, ugye? Szerelmemben. Az is, de inkább én ott érzem ezt, hogy, Picit néha gondol, gondolkodhatna magában is, akár munka. Tehát ott sem. Tehát ott sincs ez meg, hogy magát sorolná az első polcra és hogy jó, akkor az én érdekem, és akkor az ezt csinálom, akkor én még jobban odafigyelek erre. És te tudsz ráhatni? Kicsit tudod józanítani? Vagy, vagy Szerintem ez? valamit sikerült. De, <laughs> tehát, sikerült, de mert ugye párszor vannak olyan szituációk, akkor mondom neki, hogy jó, nagyon jó, cuki vagy, segítesz, oké, okay, de hol vagy ebbe te? Uh -huh. És akkor úgy ő végig gondolja. De ott sem ő van az első sokszor. Nem, de valahogy egyébként én azt érzem magamon, hogy hogy másokért sokkal jobban ki tudok állni, mint önmagamért. És, és az viszont annyi, annyira sok pozitív hatást hoz az életembe, hogy én attól jól érzem magam. És akkor ez így nem, nem zavar. Ügyvédi pályán lett volna ezek szerint az a helyen. Egyébként nagyon jó ügyvéd lettem, ne, komolyan ügy, lett időben. volna kitartásom a tanuláshoz. Aha, tehát az az egy hiányzott. Aha, ügyed. az nagyon hiányzott, igen. Könnyű ebben így elcsúszni, amikor az ember beutazhatja az egész világot, és, és ilyen könnyű, könnyű kis élete lehet mind a mellett, hogy egyébként nehéz szakma, Sokan azt gondolják, hogy elég szépnek lenni, de, de egyáltalán nem. Tehát ott is kell kitartás és, és alázat. Azt hiszem azért most már egy picit több, nagyobb a fantáziánk az elképzelés arról, hogy vajon egy, egy, egy modell élete, egy sikeres modell élete, azért az, az, az nem csak az a fajta csillogás és agyogás, amiket az ember a, a retusált fotókról visszanéz. Igen, igen, igen. igen, igen. Szóval, hogy Timon, ugye? Igen. Azért ezt, ezt magyarázzuk meg. Ez egy, ez egy nagyon ritka név, nagyon szép név. Magyarázd meg, drágám. Kérlek. Magyarázd meg. Úgy látom, hogy ez egy személyes döntés volt? Nem. Nem, ez nem, közös döntés közös. volt. Persze, nem, abszolút közös döntés volt. Közös. Az volt az érdekes, hogy felütöttük a, az utónévkönyvet. És... Ez egyébként az egyik legjobb játék szerintem. Én ezt mind a két fiamnál imádom ezt a hülyeséget yeah. csinálni, hogy hogy passzol ugye a vezetéknévhez, meg ugye egyáltalán olyan neveket elszámol, amit napokig lehet már kacagni. Igen, és, és, és egyszerűen tényleg az volt, hogy így eljátszottunk, és amikor a Timonhoz értünk, akkor ez így összenéztünk, hogy ez mind a nagyon tetszett, kivéve azt, hogy, hogy hol a pumba. Tehát, hogy nyilván, nyilván ezt be kellett vállalnunk. A másik név a Móric volt, amit én nagyon szerettem volna, azt viszont a nagyok nem engedték a Móricka viccek miatt. Jó, tehát se jutott, de milyen igaz? De a Lackó uh -huh. Móricnak is tök jó hangzása lett volna, de a Timon az egy sokkal lágyabb név, tehát az nagyon közel állt hozzánk, és az volt mindig az első a listán, egy óriási kérdőjele, hogy szerencsétlen gyereket mennyire pecsételjük meg ezzel a történettel, a kis szurikátával, de, de a Zsolt itt, mivel tényleg nem érdekli a, külvilág. Ez külvilág, nem a Timon se fogja. Aha. Aha. Meg a, nagyon érdekes volt, hogy ugye, Titinek -ti -ti becézzük, és a, azért összekapcsoltam a futballal egy kicsit. És ugye, Igen, nekem azért a család volt. Azért futballista volt Titi, és uh -huh. uh, volt göröcs Titi. Igen. Uh -huh. futbolista, Igen. És uh, Japukád ja, göröcs. Igen. Igen. Ezek ilyen. Na, minél többé véletlen. Ugye, mikor lettél egyébként göröcsből görög? Öhm, akkor, amikor az első kozmopolitan interjú készült velem, én Párizsban éltem, interurbán telefonáltunk, <laughs> és <gül> és egyszerűen a, a műsor, vagy a műsor, bocsánat, és egyszerűen az újságíró csaj félreértette a nevemet. <laughs> Tehát ennyi volt, és hogy... hogy... Volt, hogy... Komoly. És akkor még nem volt az, hogy visszaküldik a cikket. Uh -huh. Te leadtad az interjút, ők azt szépen megírták, és a legközelebb, amikor három hónappal később hazajöttem, akkor láttam, hogy jó, hát egyébként görögzítaként vagyok benne. és De én világéletemen utáltam a göröcsnövet. Tehát ugye én nagyon szeretem az apukámat, de mondtam, hogy ilyen névvel, de hogy lehet leélni egy életet? <laughs> és, és utána viszont, a, amikor elkezdődött a, a tévés, meg a filmes karrierem, akkor görögként. Tehát ciki lett volna most 17-18 évesen azt mondani, hogy bocsi, én mégse görög vagyok, hanem görög, és nem tudtam meglépni ezt, mert nem is nagyon foglalkoztam vele, mert ugye utaztam. De, de az van, hogy szerepelsz? Most már görög vagyok. Most már igen, de. igen. Tehát amikor elkezdett a, a név és a, és a kép is összeállni a tévézés alatt, akkor változtattam meg hivatalosan. És annyira passzol hozzá egyébként. Én nagyon szeretem. Igen. Nagyon. Igen. Igen. És, és, Timon olyan Timon? Tehát, hogy a, a név, mert mondod, hogy látság, és hogy, mert azért szerintem ez nagyon fontos dolog, hogy, hogy, a karakter egy idő után valóban a név és a személyiség az a úgy. Az... Össz... Igen. gondolsz? Nagyon kedves kölyök. Nem ismerem őket. Nem, nagyon kedves gyerek, uh -huh. tényleg. Tehát, hogy ő, ő, tipikusan az, akit így katalógusból kiválasztanál. Hát elfogultak vagyunk. De természetesen. De ez úgy is kell. De nem tényleg cukás. Na jó, de hát olyan. Majd cuki, hát persze, igen. cuki, három és fél éves, szokásos. <laughs> Imádni való. Imádni való. Igen. Ez hát az nagyon, azért az nagyon-nagyon fontos, mert azért, mert azért három gyereket menedzseltek, szóval, hogy azért nyilvánvalóan ez egy, mert neked ugyanúgy ki kell venned a részed, gondolom, nem igen. véletlenül akartad megismerni ugye a két nagyobbat, Szóval, hogy amikor itt utaltatok arra, hogy azért ez így egy, hát igen, tehát ugye a negyedik, meg az éjszakázások, stb. Ennek a műsornak az is a cél, hogy egy kicsit rámutassunk arra, hogy de azért hogy a normalitásnak is van helye. Tehát lehet úgy élni, hogy az ember szereti a hivatását, közben imádja a családját, és, és közben adott esetben még a sport is kap egy viszonylag fontos hangsúlyt az életében. Most már egy kicsit azt gondolom a tiédben is, mert mert része vagy mindazoknak a dolgoknak. Láttalak benneteket egy, együtt tavaly a szurkolói zónában például az európa bajnokság Igen. idején. Sőt, azt is elmesélte, ez nagyon érdekes volt, ezt nem tudtam, hogy az első komoly találkozásod az a 98-as franciaországi világbajnokság volt a focival. Igen, ez milyen? Igen. Nagy benyomást tett rád. Az azért volt fantasztikus, mert én akkor pont Párizsban éltem, és volt egy, egy Yves Saint Laurent bemutató a pályán. Ah. És, és 300 modell vonult, vonult végig. Aha. És és utána az a hangulat, amikor a franciák megnyerték a, a világbajnokságot, az, az egyébként katartikus élmény volt. Tehát én nem szerettem előtte a focit, és nem volt hozzá semmilyen történetem és ennyi volt. Tehát utána se kezdtem el meccseket nézni, de maga a, a népünnepély az, az baromi jó volt. Majd utána ugyanakkor voltam Németországban, amikor ők nyertek pár évvel később, és akkor ugyanezt megélhettem, ezt az utcabált, úgyhogy ez jó volt. Hát az élet készített fel a későbbi, későbbi sorsod alakulására. Igen, de a nagyfiam egyébként kosarazik, úgyhogy Mi az a elmúlt nyolc évben a hozzászoktam ahhoz, hogy hétvégén meccseken ülünk. Na, ez egy fontos kérdés. Tehát amikor Igen. döntelik kellett arról, hogy, hogy a gyerek sportoljon-e, akkor, akkor ez egy magától értetődő választás volt, mert azért ez, ez a másik dolog, ugye? Hogy sportszülőnek lenni manapság, én mindig azt mondom, hogy könyörgöm, tehát ne büntessük már azokat a szülőket, akik egy ilyen komoly döntést meghoznak, sok esetben akár az edzések melletti lehetőségek, hogy hogy várjuk végig a gyereket, hogy hol, hogy azért ebben hál' Istennek nagy fejlődés van, de, de ez egy Áldozatvállalás a szülőktől. Ezt ez végre az. szeretném ma ezt a pontot kitemelni, hogy érsportoló gyerek nem lesz szülői áldozatvállalás nélkül. Nagyon jó, hogy ezt mondott. Pontosan egyáltalán nem. nem. Tehát pont ez. A napokban gondolkoztam ezen sokan, és vannak olyan országok, ahol ezt úgy kezdik a kiválasztást. Tehát a kiválasztást elmondják a szülőknek, hogy álljon, álljon meg a menet. Tehát ez egy. Először komoly... ti kezditek el? Tehát, hogy. És hozni. először bizonyos hát, szempontból. Eleve az olyan környezetbe viszik a gyereket, eleve hogy oda születik, és ott ugye a szülő eldönti, hogy te akarsz-e sportolni, de ha ő nem akarja, tehát nem viszi olyan környezetbe, nem próbáltatja ki a többi sportot, vagy az adott sportot folyamatosan végig, nem vállalja be ezt az áldozatot, eleve a gyereke mit lát? Uh -huh. Tehát, hogy nincs áldozatvállalás, ezt ugye? Akkor, a akkor tőle miért várjuk el? Igen. akkor miért várjuk el azt, hogy mert most nagyon sok olyan szülő van, és ezt ki kell mondani, hogy ó, legyen focista. És te mit teszel érte? Tehát, uh -huh. hogy mit, mit elviszem, és hazaviszem, és fölmentem a felelősség alól minden nap. Igen, csak közben az se jó, hogyha én annak vagyok a híve, hogyha a gyerek választja meg a sportágat, nem pedig a szülő erőlteti rá. Igen. igen be igen, kell nekik mutatni, ebben mutatni a lehetőséget. Igen, Abszolút, viszont, hogy abba a környezetben nő fel a gyerek kiskortól, akkor azt fogja választani, ahova viszed. De jó, van. erről még beszélgetünk. Ahová uh. akarod. De én is egyetértek, tehát én is ebben egyetértek, hogy, hogy ő válassza meg. Viszont azt mi tudjuk manipulálni, hogy de de megmutatni, hova, hova visszük, Megmutatni és és mutatni, meg kell? Meg kell. Meg, hát az a mi feladatunk megmutatni. Igen, megmutatni így, a, tehát a gyerek magától semmilyen klub felé nem fog elindulni. Nem. Semmilyen sportos nem semmilyen fog, felé nem no. fog elindulni Ez soha. Biztos. Nem azért, nem. mert nem egyszerűen nyilván nem jut az eszébe, nem tudja, hogy kell. Ha nem visszük el, akkor akkor Ez nem igen. nyitunk ki egy ajtót igen. gyakorlatilag. Igen, ezt úgy képzeld el otthon, hogy mindig mondom az Zsoltán, hogy azért a Titivel majd több sportágat is, is ismertessük meg. Persze, 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 nyúli. egyértelmű, hogy jössz kicsim! Én ezt megértem. Tehát Juhász Rolad is azt mondta hogy egy korábbi beszélgetésben, hogy igen, hát szeretném, hogy egy, egy közös gyereket, egy faszistát. Tehát, hogy így a mondat nem is tudott másképp véget érni. Igen. Persze jó lenne, de amit, amit szeretni fog. Tehát, hogyha Persze. ha most mondok egy lehetetlen énekes lesz. Vagy Simán egyébként. Akkor legyen az, amit szeret, mert én, én, ugye azt el tudom képzelni, mert én nagyon szerettem a focit. Tehát én, én kiskortól kezdve. Mm. Tehát, hogy én átérzem azt, hogy ha szeretsz valamit, akkor csinálni fogod. Jó tehát dolog. akkor hagyom neki. Vagy tehát az Igen, Igen, tehát az, azért az, és úgyis ő fogja eldönteni, tehát ezt nem, én nem Lotti? Lotti, ő 14 éves lesz augusztusban, ő táncol. Tehát ő régóta foglalkozik ezzel, és, és nagyon remélem, hogy, hogy egyszer majd csak így úgy valóban annyi energiát fog ebbe belefektetni, hogy, hogy felismerje a saját tehetségét és a lehetőségeit. Mert én kevés Teh vagyok ehhez. Ha tehetséges, de nem szorgalmas? Vannak időszakok, amikor nagyon szorgalmas, és most ebben a kiskamaszkorban egy, egy kicsit elveszett a, a szorgalom. Meg, meg nyilván a COVID alatt is nagyon nehéz volt. Tehát elmaradtak most. az edzések, elmaradtak a barátságok, tehát így minden átalakult, megváltozott, és, és ezzel nincs egyedül. Tehát az egész generációjukra ez ez, ez rá tette a bélyegét, és és megnehezíti szerintem a Na, Majd azért ez a szervezés, tehát egy, egy kosárlabdázó, nagyobb kamasz, egy táncoló, kicsit kisebb, gyakorlatilag. És egy örökmozgó kicsi. És egy örök mozgó kicsi, yeah. tehát ezt, ezt így, és, és közben a temető, de na meg a tiéd, mert elég, ha csak az ember tényleg a social felületeidet követés látja, hogy milyen, milyen aktív életet élsz, Szóval, hogy, hogy Tehát, hogy a szervezés, a logisztika. Arra is hallottam, láttam utalást, hogy rájöttetek arra, hogy, hogy valami segítséget érdemes kívülről kérni, hogy ez nem ciki, tehát, hogy ez nem arról van szó, hogy mi alkalmatlanok vagyunk, csak szeretnénk, az épeszünket megőrizni. Az épeszünket, és minden gyerekkel minőségi időt együtt tölteni. Úgyhogy lett egy Andreánk két éve, két és fél éve része az életünknek, amikor a Titi egy éves lett, akkor azt mondtam, hogy én feladom, és ki akarok végre szabadulni a házból. <gül> <gül> és, és és, és annyira, annyira nagyon-nagyon-nagyon jó, mert, mert hogyha kell, akkor a nagyokat viszi el edzésre, én meg már megyek értük, hogyha kell, akkor a titivel marad otthon. Tehát mindig, ahogy én érzékelem a gyerekeknek a dinamikáját, hogy éppen mire van szükségük, akkor ahhoz, ahhoz képest alakítjuk vele a, a programokat. Nagyszerű. És, és, ebben, ebben te hol tudsz részt venni, Zsolt? Mert azért, ahogy mondod, tehát klubedzősködni kicsikkel, és gyakorlatilag rendelkezés állni a válogatodban, ami, ami beszéltünk már a felelősség részéről, szóval azért ez majd, majd hogy nem azt mondom, hogy két embert kíván, te egymagad megoldod ezt. Szerintem ez még megoldható, tehát ez nem az a fázis. Mm. Nyilván, hogyha majd egy emberes lesz, akkor, tehát és bocsánat, hogyha ha egy gyerekkel fókuszálom, akkor tudok, de azért maradtam a utánpótlás futballba, vagy folyamatosan tanuljak, még fejleszem magam. Tehát ezt én kértem, tehát ezt én szerettem volna, uh -huh. hogy ez maradjon. És ezt tudod hasznosítani egyébként a felnőtt válogatottnál is? Tehát Abszolj. amit onnan hosszol. Igen, még Hát maga ugye futballról szól, tehát az edzés edzés és néha azért viselkedik úgy egy felnőtt válogatott is, mint a 14 éves. <laughs> szóval igazából ezt lehet látni. Tehát ezzel olyan probléma nincsen. Tehát olvasd de... vissza régi cékeket, hogy de. jó, <laughs> hogy <viselkedem. gül> Igen. És milyen már együtt dolgozni? Ő is volt már ennek a műsornak a vendége, nagyon megnyerő személyiség, nagyon határozott karakter, ez abszolút érezhető. Nekem szerencsém van, hogy volt edzőm is, és ő voltam ugye játékosa, most így mellette tudok dolgozni. Na de azért, hogy, hogy mondjam, szóval Marco Rossi által kiválasztva lenni, hogy ilyen szépen mondjam, azért ez egy nagyon nagy dolog. Én is nagyon hálás vagyok, tehát hogy nagyon jól érzem magam a pozíciómban, meg a, meg a mellette, és lehet tőle folyamatosan tanulni. Az emberi része az első nálam is, és nála ezt nagyon lehet érezni, mert tényleg egy nagyon sokan őt ugye nem ismerik, magyar szurkolók, és, és remélem, hogy még több szeretet fog érkezni a szurkolóktól felé, mert ezt mindenkinek tudnia kell, hogy ő imádja a magyarokat, imád itt lenni, több lehetősége volt, nem akart elmenni. Tehát megvan ez az emberi oldala, ami, ami, ami nagyon nyitott, tehát meghallgat mindenkit. Nekem annó ez már akkor feltűnt, amikor játékosa voltam, hogy egyszerűen egyszer mb2-es, mb3-as meccsekre kiállt, nézte, követte, figyelt mindenkit. Nem az a külföldi típusú edző volt, aki el van szállva. Tehát ide jön, sajnos van ilyen, aki ide jön, és már egyből azt hiszi, hogy ő mindent tud, közben ez egy más kultúra, de ő nem ez volt, tehát ő teljesen az ellentét. Abszolút ellentég. érződik rajta a, a az ellentég. Az ellentég. Az és annak és, a legnemesebb formája. Nyilván előnyöm volt, hogy Olaszországba fociztam, mi már onnan ismertük egymást, utána lettem a, a játékosa, folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, beszéltünk, beszélek olaszul, és ez ez azért megkönnyítette, de, de, de nyilván ő is elmondta, hogy azért, mert, mert, mert emberileg is és szakmailag is passzolok hozzá, mondom, én nagyon sokat köszönhetek. Ez nagyon sokat segít, ugye azért játszottál több klubban is, Olaszországban, voltál Angliában, lesz még nem abban a fázisában, amikor Igen. később bajnok lett. Mind a ketten világot látott emberek vagytok. Nyilván én azt gondolom, hogy az embernek a látásmódját nagyban nyitja az, hogy más kultúrokat megismer, más szokásokhoz alkalmazkodik, beilleszkedik, idomul. Ez, ez szerinted ennek, ennek milyen formában van haszna? Nyilván a nyelvtudás, gondolom az olasz az egyik, nyilván az angol a másik, tehát ezért ezek nagyon hasznos dolgok. De... Ahogy mondtad, a nyitottság, tehát tényleg a kommunikáció, a más embereknek, külföldi embereknek, külföldi szakembereknek a véleménye, a munkamorája, tehát ez minden nap lehet ebből tanulni, én azt látom, hogyha csak magyarokkal itthon hazai szakemberekkel dolgozok, akkor, akkor, akkor az egy más, az egy más. Hogyha több többfajta szemlélet, többfajta gondolkodásmód megismerünk, akkor, akkor azért ez, ez egy, egy, nyitottabb, és, és szerintem ebből nagyon sokat lehet tanulni. És valahogy azt érzem, hogy a külföldiek nagyon nyitottak, tehát hogy a, a, futballban is. Tehát, hogy, hogy Jobban tudnak ö, csapatban igen, dolgozni. Igen, igen, igen. És ez, ez, ők tudják, hogyha egy, tehát most nagyon egyszerű példát mondok, én beszélek egy, egy másik pályedzővel egy másik válogatottól, vagy másik klubcsapat, Tol, akkor, akkor tudunk, tudunk hosszan beszélgetni. Mi az ő módszertanuk, mit, mire figyelnek uh -huh. oda, én mire figyelek oda. És titkolózás. tehát, tehát, hogy ugye tudják azt, hogy, hogy nem erről szól, és meg kell osztani az információt azzal, csak ők többek lesznek, én is tudok abból tanulni. Tehát ugye a külföldi, a kultúrákkal kapcsolatban meg ugye mindenhol ez picit, picit változó. Még a, még a futball kultúrákon belül is, tehát egy spanyol, egy olasz, egy holland, egy német, angol másfajta gondolkodásmóddal rendelkezik, és ezt jó megismerni egyébként, tehát hogy a futballon belül is, Aha. nem csak a viselkedésre Persze. gondolok, hanem hanem maga a szakmai részére, és ott, ott mindig vannak, változók, nincsen igen vagy nem, vagy arany, tehát hogy ez az igazság ez sosincs, ugye mindenki mondja, Persze. de jó megismerni ezeket a, a, a különbséget. Játékosként én megismertem az olaszt, most egy olyan olasz edző mellett dolgozok, tehát az nem volt új, tehát az nem volt új, Persze. tehát én már azt hallottam sokszor, tudom, miről beszél, az első pillanatok kezdve, másnak ez új, egy játékos. Nyilván ez neki is segítség, Igen. hogy, hogy egy meghosszabbított Igen. kéz vagy, mert, mert minden tekintetben tudod és hát ezt. Nagyon jó látni, hogy figyeled. Igen, én szeretem egyébként, amikor ő fociról beszél, nem amikor másfél órán keresztül otthon a vacsorán de... De, de szeretem ezt a szenvedélyt, ami benne van. És tök jó, hogy tényleg, hogy semmit nem konyítok hozzá. De, ezt ezt de igen, de, de nem érződik ez egy konfliktus forrásnak, sőt épp ellenkezik Nem, előre. viccet csinálunk belőle, aha, aha. persze, viccet csinálunk De és te akkor meg tudsz maradni főzőcskézős anyukának mind a közben, hogy tényleg nagyon nehéz nyomon követni, hogy mennyi helyen vagy, mit csinálsz, hányféle céggel dolgozol együtt, hál' Istennek a a, a modell jelenet még mindig létezik, és nagyon boldogan veszem tudomásul, hogy, hogy igen, egy ilyen nő valóban legyen az is többek között. Én szeretek otthon is, tehát a főzőcskézős anyuka szerepet is imádom, és, és, és ki tudok benne teljesedni, de van, amikor baromira ráunok, és akkor kell valami, kell valami újdonság, vagy ki kell szakadnom belőle, és akkor el kell utazni pár napra, bárhová, akár a Lottival, akár közösen, ha egyszer nagy nehezen összejön, de, de én szeretem, szeretem ezt az életet. Tehát azt gondolom, sokan felteszik azt a kérdést, hogy akkor hol vagyok én, a Zsolt is ugye ezt szokta kérdezni. Hát mindenben benne vagyok egy kicsit, vagy kicsit nagyon. És az, hogy most én nem kanalazok ki éppen annyit, amennyit 20 évesen tettem, az meg egy teljesen normális folyamat, szerintem. De már te döntesz arról, hogy, hogy milyen fotózást vállalsz el, miért vállalod el, milyen felkérés, milyen műsorvezetés. Persze. Tehát, ebben a, ez a fajta szabadság... Gondolom, egzisztenciálisan is megvan. Ez Igen. is nagyon fontos, valljuk meg ha az ember három gyereket nevel. Nagyon és nagyon kényelmes. Uh -huh. És sokszor ezért így, így... Nem azt mondom, hogy rosszul érzem magam, de de erről sokkal kevesebbet tudok mondjuk kommunikálni a, a social media felületemen, mert mert tudom, hogy mennyire szerencsés helyzetben vagyok. Hogy én döntöm el, hogy mikor melyik munkát vállalom el, hogy mikor maradok otthon a gyerekekkel, hogy tehát ez, 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 ez egy És most már, hogy mondjam, ez, ez a mikor melyik munka, emögött most már egyfajta elvi... Uh, Választás van? Igen. Uh -huh. Igen. Ez nagyon érződik egyébként a kommunikációdon, hogy, hogy szinte minden mögött, amit csinálsz a mögött, valamifajta nagyon erősen átható értékrend. Én a hitelességemet szeretném megőrizni. Azt gondolom, hogy ebben a szakmában és ebben a világban más nem nagyon tudsz mással kitűnni, mint azzal, hogy, 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 hogy hiteles maradsz, és, és csak olyan dolgot vállalsz el, amiben hiszel. Ez... Az egy nagyon fontos érték, amit gondolom, kimondtál. Ha pedig itt vagyunk, akkor van nekünk itt egy olyan robotunk, ami arról szól, hogy charity. Charity. Think wise. Share smart. És ez a charity, ez tulajdonképpen két szónak a kombinációja, a share, share. És, és a charity, és kifejezetten fontosnak tartom, hogy olyan emberek, mint ti, akik a saját életük értéklengi alapján már bizonyították, hogy mindenki a fontos. Egy, Picit arról meséljenek nekünk, hogy a társadalmi felelősségvállalás keretein belül nekik mi az, ami, ami, amit tulajdonképpen egy, egy másfajta hangulatba kerülnek, amikor úgy érzik, hogy vissza is adhatnak mind a sok jóból, ami egyébként nyilván jutott nekik, tettek érte, de, de mégis. Neked, neked mi a fontos? Itt nem tudom, hogy tudnék-e sok minden közül választani, hiszen az elmúlt időszakban megállás nélkül például láttam, hogy a menekültek segítségén dolgoztál. Igen, de nem, én úgy nőttem fel, hogy ez bennem sose volt kérdés. Tehát amikor, amikor éppen nem ö, úgy álltunk anyagilag, például még a szüleimmel, és amikor bezárt a bánya, és édesapám is elvesztette a munkáját, és egészen lecsúsztunk ö, anyagilag, akkor, akkor is ugyanúgy megvolt a segítség a családom részéről. És ö, én nem azt érzem, hogy nekem kompenzálnom kell az én jó életemet, hanem, hanem én azt érzem, hogy én nem tudok elmenni segítségnyújtás mellett olyan emberek mellett, akiknek erre van szükségük. Tehát ez, ez, ez nem kompenzáció. Az Meg lehet, azt gondolom, a te élet színvonaladért azért te nagyon keményen megdolgoztál. Megdolgoztam érte, amit hozzáteszem, hogy a, hogy a, a Zsolt is segített felismerni. Tehát egy csomószor én, én azt éreztem, hogy ez egy ilyen könny, könny, könnyű dolog, könnyen megszerzett történet volt, és és amikor elkezdtem látni a fiatalokat, hogy ők hogy idomulnak ehhez, és bejött a TikTok és az Instagram, hogy na ez a könnyű, ez a, ez a könnyű történet. Amellett, hogy a tartalomgyártás, a jó tartalomgyártás az nehéz, ez nehéz. az amikor így, így teljesen átalakult a marketing szakma, akkor, akkor döbbentem rá, hogy ez én tök hülye vagyok. Hát én rengeteget tettem azért, hogy, hogy oda jussak el, ahol én, ahol én tartok. Jó, tehát végül akkor ez nem kompenzáció. Neked mennyire? van időd erre, vagy mennyire segítesz, vagy támogatod az tehát abban, hogy, hogy erőn. én az kicsit úgy érzem, hogy szinte erőn felül ő mindig megmozdul. Mindig ott van, ott volt a nyugati pályaudvarban, amikor az első hullámmal jöttek Ukrajnából, a, a menet, menekültek, ott van azóta is családoknak szerez szállást, tehát hogy azért ez azt hiszem, egy bőven átlagon felüli aktivitás. De hát háromszor ezt elváltunk. <laughs> ezt, ezt, ez Ezért nem az, hogy össze, ugye, hogy ne legyen. <laughs> Ezt egyébként jól lenne látni, tehát így egy ilyen videón keresztül, mert tehát hogyha bennem ekkora szenvedély van a futball iránt, akkor benne ez nagyon érződik, és és ez nekem nagyon tetszik. De nagyon túlvállalta magát ebbe, tényleg, viszont nagyon sokat segített, és ebben én is fejlődtem, meg én is tanulok ebből, amellett bennem is megvan ez, tehát de nem ennyire. Tehát ez elképesztő, tehát a, amit segített az a meg amiket bevállalt, amellett, hogy lehetünk volna délután négy otthon együtt, sokszor, de, de nagyon, tényleg nagyon durva is a... De ez a, a, nem ütközési pont, azért kell. De hogy? Ütközött, nem, 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 Tehát nálam ez nem volt soha. Nyilván, amikor megyek haza 6 órakor, és akkor hív, hogy most el kell menni 3-4 családhoz. Uh, családhoz, igen. Vagy hogy nyuszi, készítsétek a matracot, mert egy családhoz. Akkor az persze, de de, 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 jó ezt látni, meg, meg, meg ritka az ilyen szerintem nagyon egyébként. Tehát, és ugye találkoztunk pár emberrel is, akiket látni azért az nagyon nehéz volt, amiből jöttek, meg, meg, meg ahogy... Ez, ez az ember úgy, úgy, nyilván titeket nem kell, de azért mégiscsak helyre teszi, még inkább ha a Szentem igen. fontosságát. illető. Szentem igen. Tehát átgondolja az ember, hogy most mind problémázik, vagy mind nem problémázik. Ez egy, ez egy, olyan szituáció, ami, ami ezt is meg kell élni, látni kell, beszélni kell velük, de azt a félelmet látni a szemükbe, az, azért az ember egyszerű, tehát látva azt a... De visszatérve az itához tényleg ebben, ebben erőn felül teljesített, és, ö, és nem áll le. <gül> <gül> és, 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 megy tovább, és... És, ö, és semmilyen, tehát hogy ez, 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 nincs, ez, meg... Nincs akadály előtte. Hát ezt meg átérzem, mert, mert ugye nekem is vannak ilyen ö, ö, viselkedési jegyeim Igen. másban, tehát Tehát hogy ebben, ebben is úgy tűnik, ja. hogy, hogy nagyon egy hullámhosszon vagytok. Köszönöm, hogy ezt a Charity rovatban elmondtátok. Charity. Think wise. Share smart. És úgy ebben a néhány évben úgy tűnt, hogy nagyon-nagyon sok mindenben azért ez a, hullámhoz nagyon hamar így, így, hogy mondjam, így kiderült és nyilvánvalóan vált köztetek. Hova, Helyezitek így a jövőbeni terveket? Miket láttok magatok előtt? Titiből mi lesz, mi lehet, mi lenne jó, ha lenne? És hát nyilván az is ott nem véletlenül képzett magad ilyen nagyon aktívan ebben a sportágban, Mik a hosszú távú célok? Hát a, a mai nap, hogy rendben legyen, uh -huh. az, a, az a. Nálam, hogy a hosszú távú Igen. az, hogy a mai nap azért. Nem, nem tudom, én nehezen tudok tervezni előre, meg most azt látom, hogy 2022-ben ez nehéz. Meg úgy 10 évvel beelőzte saját magát. Tehát amikor amikor abba hagyta a, a, a focit, akkor, akkor mondta, hogy egyszer majd szeretne a válogatotthoz kerülni. És hopp. nagyjából... És hopp. És ja. hopp ez két éven belül megvalósult neki. Aha. És ez ilyen tíz És akkor még nem súgott, hogy egyszer szeretnék majd a válogatott vezető lenni, vagy szövetségkapitány, mert akkor lehet, hogy erre sokat várnak. Szerintem simán benne van a pakliban a Zsoltinál. Nyilván vannak elég radikális elvei, és ami, ami jó, tehát, hogy hozzáteszem, hogy az a gondolatmenet, amit ő képvisel, az tök profi. Az, hogy, hogy ennek milyen lesz a fogadtatása a későbbiekben, az nyilván azon múlik, hogy éppen milyen emberekkel találkozik. De próbálok jelenben maradni, mert nem tudom, egy játékos pályafutásom alatt ezt megtanultam, meg ugye minden a minden életben az ember megtanulja, hogy Változni. hogy hova, hova tervezzek, hova, mit akarok maradjak a jelen pillanatban, ebben a szituációba. És mennyi itt, minden itt, rajtunk álló tényezők függvénye? Tehát, hogy ezt nem tudom befolyásolni, és eddig is nem terveztem. Tehát, hogy akár a, a, a munkámmal kapcsolatban nem terveztem, jött, jön a lehetőség, én azt gondolom ez nagyon fontos, de közben megfigyelek az adott feladatomra, és nem tudom neked megmondani, hogy ő, nyilván edzősködni szeretnék, ez érdekel, felnőtt szinten is kipróbálnám magam, utánpotás szinten szintén vagy? benne vagyok, de nem tudnám megmondani neked most, hogy Olaszországban lennék vezető edző, mert, mert sok minden érdekel most ez az út, hogy felkészítsem magam, de az út az jobban érdekelt. A... Hát ez a rugalmasság, azt gondolom, a dolgokra való reagálási képesség ez egy nagyon fontos dolog ahhoz, hogy az ember friss maradjon mindabban, amit csinál. Akkor te se? Te se vagy egy ilyen előretekintős? Én most már régóta nem. Tehát, hogy három gyerek mellett az ember megtanulja szerintem, meg Covid és háborúval karöltve mindezt, hogy, 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 hogy minden változhat egy pillanat alatt, úgyhogy nem. És amikor a Zsoltival megismerkedtünk, én mondtam neki, hogy valójában én, tehát, hogy a karrierem olyan szempontból engem már nem érdekel, mint érdekelt 15 évvel ezelőtt. Tehát én, én képes vagyok arra, hogy őt hogy százalékig támogassam. És ez nem azt jelenti, hogy otthon fogok ülni, és csak főzőcskézni és körmözni fogok, hanem... A féle feleség. Igen. 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 Az, az nem tudnék lenni a klasszikus futballfeleség, bár ez is egy olyan félreértett fogalom. Én, persze, ez Mert, ez nem mert, ez mert, ez mert is azok a nők kitabontas. is rengeteg áldozatot hoznak az, az, azért a férfiért, aki a pályán egyébként learatja szóval. a babérokat. Abszolút. Én azt gondolom, természetesen az is vagyunk itt, hogy ezeket a sztereotípiákat azért amennyire lehet álmossuk. Hát én azt kívánom, hogy ez a, ez a jelenben élés, ami úgy tűnik, hogy nektek nagyon szépen és nagyon harmonikusan megy, ez, ez maradjon meg, és ez a fajta érzékeltség, ez meg, ez meg nyilvánvalóan nagyon segíti ezt a, ezt a boldogságot, ami sugárzik rólatok. Köszönjük szépen, köszönöm, Köszönjük hogy ezt elmondtátok. Én pedig köszönöm, hogy itt a nem velem tartottatok. Remélem, hogy böngésztek egyébként itt a csatornán, hiszen nagyszerű beszélgetéseket nézhettek végig és azért ismert mert ilyen klassz emberek jönnek el hozzá. A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztus Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, produkciós vezetője Molnár Géza, social és média menedzsere Görgényi Gabriella. Köszönjük a stylingot Mihály parisnak, a sminket Horváth Andrának, a frizurákat Szekeres Kristának. Köszönjük az EMI, a Sheriti, a Prestige Hotel, a Komplet Optika és a Primus Labor támogatását. Szeretjük a magyar divattervezők munkáit megmutatni, ezúttal köszönet a ruhákért a Margaret Fenzinek, az ékszerekért a Zema Porcelán Ékszerháznak.